2013 őszén a Sátoraljaújhelyi görögkatolikus egyházközség miklósi emlékévet hirdetett, s ünnepi szent liturgiával, ikonkiállítással, hangversennyel, most pedig emlékkiállítással tisztelegnek egyházmegyéjük első püspökének emléke előtt. Fontosnak tartják, hogy kilépjenek a város közönsége elé, emlékeztetve mindenkit arra, hogy Miklósi István, az egykori Sátoraljaújhelyi parókus elkötelezetten vett részt a vármegye és a város életében. Életbe tartotta a közösséget, tökéletesítette, megvalósította a magyar nyelvű liturgiának a gyakorlatát és végzését, ahol előfordult ilyen, hogy követelték, hogy ószlávul mondják, megtiltotta a liturgia végzését, ebből volt ugyan fölháborodás. Bevezett a Julián naptár helyett a Gergely naptárt, ami azt jelentette, hogy hozzákapcsolt bennünket a nyugati egyházhoz ebből a szempontból is, tehát együtt ültük az ünnepeinket. Másrészt pedig egyház szervezetileg is tagja lett a Magyar Katolikus Püspöki Karnak, a parlament felsőházának, mint megyéspüspök, tehát politikailag is tudott valamit tenni azért, hogy ezt a közösséget ne csak megőrizze, hanem fejlessze is. A kiállítás két részből áll. Az első rész Miklósi életéről, figyelemre méltó püspöki munkájáról szól, melyet a kitartásban a siker jelmondata szellemében végzett. A másik rész a Hajdúdorogi Egyházmegye centenáriumára készített vándorkiállítást mutatja be, amelyben megelevenednek a görögkatolikusok szertartásai, ünnepei, Isten kapcsolatuk és közösségeik. A tablókat dr. Szabó Irén néprajzkutató állította össze. Sikerült egy olyan válogatást a nagy közönség elé tárnunk, amivel a minket nem ismerő emberek is megismerhetik a görögkatolikus egyházat, közel kerülhetnek hozzánk, és az érdeklődést fölkelthetjük önmagunk iránt, és esetleg ez az érdeklődés, ez az embereket behozza a mi közösségeinkbe. A kiállítás szervezői fontosnak tartották, hogy a Magyar Kultúra Napjának közelében az ökumenikus imahéten tisztelegjenek első püspökük Miklósi István emléke előtt, és kilépve a város közönsége elé megmutassák azt, milyen fontos részei a kereszténységnek, a magyar kultúrának.